Több mint 130 hagyományőrző részvételével Pünköst hétvégén újra játszották a Botkői csatát. Második alkalommal történt meg a több száz évvel ezelőtti események rekonstrukciója, a szervezők célja szerint azért, hogy a történelmi jelentőségű csatáról méltóképpen emlékezzenek meg. Még 1458-ban Giskra huszita seregei, Talafúz és Agzamész vezérek által vezetett lengyel és cseh zsoldosok seregei határában a mai Botkő területén csaptak össze az ifjú Mátyás seregével. Mindezt úgy, hogy a husziták már kirabolták a bodrok közt és patakon keresztül haladtak volna tovább, itt azonban végleg vereséget szenvedtek. 2000-2500 fős magyar sereg várta őket, akik már előzőleg ezen a környéken tevékenykedve felszabadították az egész felvidéket az 50-60 éves végülis ilyen huszita elnyomás alól, és itt bevégezték a feladatot a népfölkelőkkel együtt, akik teljesen önként nagy számmal csatlakoztak a magyar sereghez, királyi seregekhez, és hát egy nagyon rövid és véres csatában legyőzték és gyakorlatilag megsemmisítették a huszita csapatokat. Talafúz menekült el 14 lovasával, először be Sárospatakra, de innen rögtön tovább menekült valamerre felvidék irányába. A Zakszamit nevezetű vezér itt lelte halálát, őt a parasztok verték agyon a csatatérem. A Botkői csata fontos állomása volt a korabeli történelemnek, hiszen az itt győztes Rozgonyi Sebestyén katonáiból alakult meg, később a történelemből jól ismert Mátyás király fekete serege. A szervezők azt is elmondták, jövőre még több hagyományőrzőt szeretnének bevonni a csatába.